Izgatottan várták a játékos vetélkedőt, azok az elsősorban Kazincbarcikáról érkezett diákok és civil szervezeti tagok, akik egy különleges kvízjátékon mérhették össze tudásukat. A rendezvényen az 50 év feletti és 25 év alatti korosztályból összesen 9 csapat szállt játékba az első helyért, melyekben iskolai csoportok, baráti társaságok és egyesületek is egyaránt jelen voltak. Ez egy olyan kooperációban jött létre ez a mai rendezvény, hogy mi egy uniós projekt keretében valósítjuk meg, a Szikra Közösségek, ez a projekt neve, viszont a helyszínt az pedig a Kazincbarcikai Önkormányzatnak köszönhetjük, illetve helyben segíti a munkánkat az Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub is. Úgyhogy így sikerült egy ilyen összefogásként ezt a mai rendezvényt létrehozni. Továbbá voltak különböző nyelvi és logikai, valamint a jelenlévők memóriáját próbára tevő feladatok is. Zenei feladványokkal is készültek a szervezők, ahol különböző zenerészleteket játszottak le, a résztvevőknek pedig a hallottak alapján ki kellett találniuk az előadót vagy zeneszerzőt, illetve a dal címét. Ezeknek a feladatoknak az összeállításában törekedtek arra is a játék szervezői, hogy az idősebbek és a fiatalabbak is egységesen részesei legyenek a megfejtéseknek, így voltak például olyan dallamok, melyek felcsendülésénél inkább az időseknek volt egyszerű megállapítani a zeneszerzőt, viszont akadtak bőven olyan kvízkérdések is, melyekkel a fiatalabb generációk voltak nagyobb eséllyel tisztában.